Országos aláírásgyűjtésbe kezd a Mi Hazánk, az Egészségügyi Világszervezet, a WHO tervezett pandémia szerződése ellen. Ezt közölte az ellenzéki párt elnök helyettese, Dúró Dóra, aki itt ül a stúdióban, és egyben az országgyűlés alelnöke is. Kezdi Csokolom, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Hogy azt mondta, hogy ez brutálisan korlátozza az emberek személyes szabadságjogait és a nemzeti szuverenitást is. Ez egyenlőre ugye még nem hatályos, hanem 2024 májusára tervezik, de milyen veszélyt látnak ebben? Valóban ez a két legfontosabb rész, amit kiemelt a felvezetőben, nevezetesen, hogy a nemzeti szuverenitást korlátozza, és az emberek szabadságjogait is. A WHO olyan világszervezet, amely, hogyha elfogadják ezt a pandémia szerződést, akkor saját maga nyilváníthat járványhelyzetnek egy adott szituációt, és az országokra nézve kötelezően elfogadnának intézkedéseket, akár a maszkviselést, akár a kényszeroltási programokat. Ezt mi úgy gondoljuk, hogy ezek olyan súlyos ügyek, amelyeket nem szabad a nemzeti hatáskörből kiemelni, illetve átengedni egy ilyen világszervezetnek, amely ráadásul nem is az állampolgárok vagy a nemzetállamoknak az érdekét szolgálja, hanem a finanszírozóinak és a Big Pharmának az érdekeit. A COVID kapcsán is láttuk, és utólag derült ki, hogy az Európai Unió vezetői korrupt módon, ugye Ursula von der Leyen személyesen SMS-ben bonyolította le a vakcina beszerzéseket, ami egészen elképesztő, önmagában is elképesztő, és az is elképesztő, hogy Ursula von der Leyen ezek után a helyén maradhatott. Tehát egy olyan őrületes mértékű változásokat kellett, korlátozásokat kellett az embereknek lenyelniük, amely az ő személyes, pszichés állapotukra, mentális állapotukra is nagyon súlyos hatással volt, másrészt a gazdaság még mindig nyögi ennek a következményeit. Gyakorlatilag arról van szó, hogy nem a kormány döntene ezekről az intézkedésekről, hanem tulajdonképpen kivennék a kormányzásnak ezt a részét, ami egyébként közigazgatási vonzattal is jár, tehát közigazgatási összefüggései is vannak ennek. Ez történne? Így van, valóban, és másrésztről pedig, ugye nem csak, hogy a nemzetállamoktól vennék el az önrendelkezésnek gyakorlatilag ezt a részét, hanem az emberekre vonatkozóan kötelező intézkedéseket tudnának meghozni. Egy olyan szervezet, amelyiknek egyébként erre semmilyen demokratikus legitimációja nincsen, és sokkal inkább azoknak az érdekeit szolgálja, akik egyébként részben finanszírozzák is ezt. Másrészt hát láttuk, hogy milyen gazdasági átrendeződés ment végbe a világban. A Big Pharma érdekei érvényesültek a Covid-válság idején is, és a Mi Hazánk mozgalom értékrendjétől ez rendkívül távol áll. Mi azt szeretnénk, hogyha a magyar nemzetgazdaságot erősítenénk, a kis és közepes vállalkozásokat erősítenénk, az önrendelkezésünk erősödne, és amennyiben ezt a pandémia szerződést elfogadják, illetve pontosabban nem tiltakozik ez ellen a magyar kormány, akkor ez ismét csorbát szenved. Hogy láttuk a COVID eljárást, amelyben vita van, hogy így vagy úgy, de az is kiderült, hogy például éppen ez a világszervezet az elején, mintha nem állt volna a helyzet magaslatán. Valóban egymásnak ellentmondó tartalmú dokumentumokat adtak ki a COVID megjelenésekor, majd a későbbiekben is, és például a brit miniszterelnök is bevallotta, hogy nekik rendelkezésükre álltak olyan előrejelzések, elemzések, amelyek például arról szóltak, hogy az iskolák bezárásának nem lesz semmilyen pozitív hatása a járványra vonatkozóan, azonban mégis megnehezítették rengeteg családnak, az egész társadalomnak gyakorlatilag az életét, nem beszélve arról, hogy a gyerekeknek milyen mentális nehézségeket okozott, hogy gyakorlatilag kiszedték őket egyik pillanatról a másikra a közösségből. Tehát itt nem játék az, amiről szó van, és az önrendelkezésnek kellene érvényesülni, az emberek szabadság jogait tiszteletben kellene tartani, és nem szeretnénk, hogyha megismétlődne még egyszer az, amit a COVID időszaka alatt átéltünk. Hát ugye az is látszott, hogy a leggyorsabb megoldás, a leghatékonyabb, most mindegy, hogy vitatott, nem vitatott, de mégiscsak nemzetállami hatáskörben valósult meg. Tehát abban a pillanatban, amikor akár Európai Unió vagy bármilyen szervezet megpróbálta globálisan erre a kérdésre megtalálni a választ, akkor az lassú volt, és sokszor fáziskésést is tapasztaltunk. Valóban az egész helyzettel kapcsolatban elmondható nem csak a WHO-ra, hanem az Európai Unióra is az, hogy nem álltak a helyzet magaslatán, és
nem tudták gyakorlatilag kezelni ezeket a változásokat, amik végbe mentek. Másrészt hangsúlyozni kell, hogy itt nagyon komoly gazdasági lobby érdekek is meghúzódtak a háttérben, amelyek nyilvánvalóan befolyásolták ezeket a döntéseket, mind a WHO esetében, mind az Európai Unió esetében, és a Mi Hazánk mozgalom ezt a teljes mértékben elutasítja, kizárólag a magyar emberek szabadsága az, amelyet meg kell védenünk, és nem tehetjük ki a gyermekeink jövőjét semmiféle ilyen pénzügyi körök játszadozásainak. Na most hogy működne ez? Mert hát azért ugye a szuverenitás feladása mondjuk egy szerződéssel lehetséges. Tehát a magyar államnak, a magyar kormánynak, ugye a magyar állam képviseletében ezt a szerződést el kellene fogadni, aláírni, csatlakozni ez a nemzetközi, minek nevezzük ezt? A WHO-ban most több dokumentum módosítása is zajlik egyébként egyszerre, és a pandémia szerződéssel kapcsolatban is az a helyzet áll fenn, hogyha nem tiltakozik ez ellen egy adott ország, amelyik tagja a WHO-nak, Magyarország ugye tagja, akkor ezzel gyakorlatilag magára nézve kötelezőnek fogja ezt elismerni, illetve elfogadni. Tehát a konkrét elvárásunk a kormánytól az, hogy tiltakozzon ez ellen a szerződés ellen, és ne fogadja el Magyarországra nézve kötelezően, hogy ezt bevezessék. Ráadásul ennek olyan passzusai is vannak, amelyek lehetővé tennének akár egy megfigyelési rendszernek a kiépítését is az emberekkel szemben. Tehát ha valaki nem hajtja végre a WHO által megszabott intézkedéseket, akkor az ellen az állampolgár ellen kötelező lenne fellépni. Na itt az érdekes, hogy mi a retorzió, mert lehet azt is, hogy aztán hallgatni, amikor jönnek a konkrét dolgok. Tehát aláírásgyűjtés a Mi Hazánk mozgalom kezdeményezésére. Dúró Dóra, az országgyűlés elnöke, a Mi Hazánk mozgalom elnök helyettese volt itt a stúdióban. Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm a lehetőséget.